Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr! Az EU-hoz történt csatlakozásunk óta napi 3 milliárd forint uniós forrás érkezik Magyarországra. Az uniós források hatalmas lehetőséget jelenthetnének Magyarországnak, ha a kormány tudna élni vele. De az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem tud. Azt látjuk, hogy a pénzek egy részét rossz célokra rosszul használják, egy részét pedig egyszerűen ellopják. Ezt már Brüsszelben is tudják. A hírek szerint éppen a napokban függesztettek fel egy egész operatív programot. Az öveges program csalásaira éppen az LMP hívta fel a figyelmet, úgy látszik hiába. Ha a kormány komolyan veszi a figyelmeztetést és felszámolja a korrupciót, akkor most nem lenne felfüggesztés, és több 10 milliárd forint nem lenne veszélyben. Feltehetően a kormány nem akar szembesülni azzal, hogy haszontalanul, rosszul költik el az uniós támogatások milliárdjait, és még csak nem is szégyelli, hogy a támogatások jelentős része a Fidesz oligarcháit, hátországát gazdagítja. Ha nem lenne semmi takargatni valója a kormánynak, akkor miniszter úr, ön teljesítette volna azt az ígéretét, ami már kétszer is itt elhangzott a közelmúltban, ezt nekem ígérte meg miniszter úr, hogy az országgyűlés elé hozzák a 2007-2013-as EU-s támogatások felhasználásának értékelését. Ez a mai napig nem történt meg. A legnagyobb probléma az, hogy szisztematikusan a legmagasabb szintű kormányzati segítséggel bűnszövetkezetszerűen lopják szét és herdálják el az ország felzárkózását szolgáló uniós forrásokat. A következőt szeretném megkérdezni miniszter úrtól, mikor teljesül az az ígéret, hogy az ógyi elé kerül a 2007-2013-as időszak EU-s pénzek felhasználásának az értékelése? A másik kérdésem pedig, milyen lépéseket szándékoznak azért tenni, hogy az uniós támogatások felhasználásában meglévő visszaéléseket felszámolják. Köszönöm szépen, képviselőasszony. A válasz Lázár János miniszter úr fogja megadni. Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm szépen, igen, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Valóban először tisztázandó az állításban elhangzott megjegyzés, hogy vajon 3 milliárd forintnyi ajándékot kaptunk naponta, vagy pedig a saját pénzünk lehívásáért küzdünk, ami nem mindegy. Magyarország nettó befizetője volt a 2007 és 2013 közötti fejlesztési időszaknak, ami azt jelenti, hogy körülbelül 3-3500 milliárd forintot fizettünk be, és 5500-6000 milliárd forint lehet az az összeg, amit kaptunk. Nem állnak rendelkezésre sajnos olyan számítások, hogyha Magyarország 2004-ben nem lép be az Európai Unióba, milyen károkat szenvedünk el, és milyen gazdasági előnyökhöz jutunk. Nem ajándékpénz, amit kaptunk, hanem meggyőződésem szerint legoptimálisabb esetben a saját korábbi forrásainkat tudjuk visszaszerezni megnehezített bürokratikus akadályok mellett. Az Európai Bizottság mindent elkövet azért, hogy a kohézióban kijelölt tagországok nehezen jussanak a kohéziós pénzükhöz. Elnézést, elnök úr, csak kicsit hangzavarban is szeretném azt segíteni, mert nem tudom elmondani. Tehát az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy a számunkra járó pénzt, ami a saját pénzünk, nehezen tudjuk lehívni. Másrésztről azt is be akarják bizonyítani, hogy képtelenek vagyunk lehívni. Magyarország az az ország, amely 106%-át kötött elé a rendelkezésre álló forrásoknak, Románia 71%, Szlovákia 81%, Csehország 90%, Lengyelország pedig alig 100%. Ez azt jelenti, hogy mi képesek voltunk a saját pénzünket visszaszerezni, lehívni, megkapni. Kérdés, mekkora hibával tettük ezt? 9600 milliárd forint esetén 1 vagy 2%-os hiba teljes egészében megfelel az európai trendnek. Én nem vitatom azt, hogy az ellenzék joggal követeli, kik a felelősök, vonják felelősségre azokat, akik hibáztak. Ez az ellenzék dolga, hogy elszámoltassa a végrehajtó hatalmat. Ez komoly dolog. Ezért javasoltam azt, és tartom a ajánlatomat, írtam a házelnöknek, hogy kezdődjön egy parlamenti vita arról, hogy az Európai Uniós pénzek hogyan lettek felhasználva, célszerűség és szabályosság tekintetében is. Számítok a vitában, képviselőasszonyra. Köszönöm szépen, miniszter úr! Képviselőasszonyi a szó, parancsoljon! Azt hiszem, hogy abban nincsen nézeteltérés közöttünk, hogy ez nem ajándékpénz. Éppen ezért, mivel a saját pénzünk nettó befizetőnk voltunk, sokkal jobban kellene odafigyelni arra, hogy hogyan költjük el a pénzt, és nem lehet az a mérce, hogy mennyit tudunk Brüsszelből lehívni, hanem a mércének annak kellene lenni, hogy mire és hogyan használjuk el ezeket a pénzeket. Ismert az, hogy az Európai Uniós támogatások az egyik legfontosabb eleme annak, hogy ma Magyarországon gazdasági növekedés van. Kérdés az, hogyha nem termelő
beruházásokra nem jól használjuk fel, és a pénzeket szétlopják, akkor mi lesz 2018 után, miből lesz gazdasági fejlődés Magyarországon, miből lesznek munkahelyek, és miből mondhatjuk azt, hogy igen, Magyarország a fenntartható pályára lép. Ezek nagyon fontos kérdések. Arra nem kaptam választ, miniszter úr azt mondta, hogy lesz erről vita, ez nem azt itt a parlamentben, de ez nem azt jelenti, hogy ön teljesíti azt az ígéretét, hogy egy értékelés elkészül a 2007-2013-as időszakról. Ez egy nagyon fontos eleme lenne ennek a vitának. Én kérem miniszter úrán, hogy teljesítse az ígéretét. Köszönöm szépen, egy perces viszontválaszra Lázár János miniszter. Úré a szó, parancsolja. Először is képviselő azt, hogy az Európai Uniós pénzek lehívásáért és felosztásáért felelős államtitkárságunk megbízott tanácsadókat azzal, hogy egy objektív nemzetközi sztenderdek alapján megtörtént értékelés készüljön. Tehát fog készülni egy objektív értékelés nemzetközi összehasonlításban is, hogy a pénzt mire használtuk és az hogyan hasznosult. Önnel ellentétben nem vagyok ennyire pessimista. Meggyőződésem szerint ennek a pénznek elsöprő hányada, döntő része, 90%-a jól hasznosult. Még akkor is jól hasznosult, ha sokan kritizálják a városfejlesztést, sokan kritizálják az infrastruktúra fejlesztést. Meggyőződésem szerint, ha végigmegy az országon, akkor ennek a pénznek van nyoma. Más kérdés, hogy a gazdaság számára versenyképességet növelt, avagy sem. Szeretném jelezni, hogy a mostani fejlesztési ciklusban 60%-ban gazdaságfejlesztésre, vállalatok támogatására, termelő beruházásokra kötöttük le a forrásokat. És ami nagyon fontos, az Európai Bizottsággal együttműködve teljes egészében megváltoztattuk a pénzelosztási rendszert, most pedig transzparenssé tesszük a pályázatértékelési rendszert. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne csak lehívjuk a pénzeket, hanem jól tudjuk felhasználni azokat.